Ebben a pillanatban megszületett az új világcsúcs, meg lehet kapcsolni a napozsulától, igen? A számhatatkozni! Összefoglalkozni a súlyok, valóban itt egy saját átöltetlen játék. Ez valóban igazi energia. Gratulálunk a napozsulától, és nagyon büszkék vagyunk rá. Köszönjük a napozsulát, köszönjük szépen! Ilyenkor a betegnek átadom az energiát, amit természetesen a kozmikus energiát alakítom át bioenergiával, és mint egy csatorna szerepet játszok, és átadom az energiát, ezáltal egy mechanizmus, egy öngyógyulási folyamat játszódik le a betegbe, cirkulál a szervezetébe, oda megy az energia, ahol problémák vannak, a betegség, és így érzi a beteg, hogy könnyebbséget, oldódást érez a szervezetébe, fájdalom, ha van per pillanat fájdalma a betegnek, azonnal megoldódik, megszűnik, és több kezeléssel akár gyógyulást is elő lehet idézni. Voltam Pesten mindenhol. Szedtem erős gyógyszereket, és most jól érzem magam. Gyógyszer nélkül semmit nem szedek, és jól érzem magam. Egyre jobban. A külső behatás út, káros fölcsugászás, nagy feszültség, sorolhatnám, számítógépek teszik, roncsolják az energiateret, az aurát, és ezáltal évek hosszú során kialakul egy fizikális elváltozás. Ez egyénektől függ, változik genetikailag, hogy kinek milyen betegség alakul ki a szervezetébe. Az energia megvonása hiánya okozza a betegség 98%-át, hát ilyen fizikális behatások, sportsérülések, balesetek, ezek már a 2%-át, másik 2%-át teszik. Mennyire lehet mérni az eredményességet az ön tevékenységének? Én arra gondolok, hogy mennyire vannak visszatérő betegei, akiket kezelt, és mondjuk komoly eredményeket ért el a gyógyításukban? Hát esetek olyan 80-85%-ában eredményes a energia átadásom. Meg köztudott, hogy nem én gyógyítok, én nem tartom magamat gyógyítónak, mert én meglátásom és megérzésem az, hogy egy kiválasztott vagyok ezen a földön, egy isteni kiválasztott, mindegy, hogy milyen vallás az ember, én egy isteni kiválasztottnak tartom magamat. De nem csodategőnek, ugye? Nem csodategőnek. Nem csodategőnek, én energiát adok, és ezzel az energia plusszal egy olyan eredményt érünk el a betegekkel közösen, amikor a szervezetbe egy öngyógyulási folyamat indul meg, mert köztudott, hogy a plusz energia segít kialakítani a gyógyulást, elindítani, és ezáltal több kezeléssel akár a beteg saját magán egy csodát tud végrehajtani, meggyógyul. Hát nézd, nekünk már régi a kapcsolatunk, mert a Laci már kezelte a birkozó válogatottat, náluk már volt alkalmazásba, és mi amúgy is baráti kapcsolatban vagyunk, és megkerestük egymást, és ez így alakult. Mondtad, hogy már jó néhány kezelésen részt vettél, ha jól hiszem, 4 vagy 5 kezelésen. Milyen javulást tapasztaltál eddig? Hát egyértelműen javul a lábam, úgyhogy én csak pozitívumokat tudok erről a kezelési módszerről mondani. Sokan hisznek ebben a fajta gyógyításban, sokan támadják. Ön melyik táborral találkozik gyakrabban? Hát mind a két táborral találkozok, főleg a tiszti főorvosok fenyegetnek, hogy hagyjam abba, és ne bolondítsam az embereket. Viszont én hallottam olyat is, hogy éppen mondjuk, ha nem is egy tiszti főorvos, de orvos rokon jött ki, jött ide önhöz gyógyításért. Természetesen az orvosok is elfogadják,
nem titkolják, hogy ide járnak hozzám, de viszont még azért ez az ellentét megvan az orvosok és a természetgyógyászok közt. Hát már nyugaton együtt dolgoznak, és nincs ilyen konfliktus. Mit lehet üzenni a betegeknek? Mire vigyázzanak? Azon kívül, hogy nyilván jó lenne, ha meg tudná őrizni az ember az energiáit, de hát ha ez az energia mező, vagy ez az aurógia megsérdül, akkor nyilván hamarabb betegek leszünk, sérülékenyebbek leszünk. Mit lehet tanácsolni az embereknek? Hogy tudnak védekezni? Elsősorban fel kell mérni otthoni környezetet, hogy nincs káros felsugárzás, ahol feküsznek, vannak húzamosabb ideig, és hát megfelelő életmódváltás, nem kell annyit vállalni, hogy tönkretegyék a idegrendszerüket, az élettani hatásuk jobb lesz, ha ezeket a külső hatásokat figyelembe veszik. Hát a táplálkozásban is sokat kellene változtatni. Hát ez számomra egyébként nagyon jó hangzik, de hát ezt ön is tudja, hogy egy hétköznapi ember nem tudja megvalósítani. Igen, hát a nyugodt rohanó világban hogy lehet ezt megoldani? Hát akarni kell. Ki hogy veszi, de én nagyon hiszek benne, és ajánlom sok betegnek. Tudomásom szerint már több ezer éve Tibetben is alkalmazták ezt a gyógyászati módot, ezt a bioenergia átadást, és hát igen, a kommunizmus, a régi rendszer tiltotta ezeket a tevékenységeket. Kuruznóknak tartották azokat az embereket, akik megpróbáltak reformot bevinni a gyógyászatba, és ezeket is üldözték annak idején, szóval nem szabadott gyakorolni ezeket a okult tudományokat. Titokban csinálták, és most a rendszerváltás után Magyarországon is tért hódította az okult tudomány, a természetgyógyászat, és most már annyi ága van, sorolhatnám a reflexológia, manuálterápia, irisdiagnosztika, stb. Sorolhatnám, bioenergia, és ez is az emberiség javát szolgálja, ami hát egyesíti a mostani gyógyászatot, orvosi gyógyászatot. Ha összetartanánk az orvosok, még a természetgyógyászat, akkor csodálatos eredményt tudnánk elérni.